Nem lehet ezt a műsort elkezdeni, mert a nevem titok. Szinkrontitok. Tudás. Ha azt kérdezed, szükség van ilyen műsorra? A válaszom az, ami a testünkről is elhangzott. Igen. Igen. Kívánok mindenkinek! És kérdés az elején, hogy a mikroformától szingli adót mindenki befizette, ugye? Na, hát én nem szeretném befizetni, azért egyből felcsíptam egy csinos kislány, és hát nem tudom, tudjátok vagy nem tudjátok, sok mindenről szó lesz, de általában a szinkron előtt, meg egy színházi előadás előtt is nem árt, hogy az ember bebeszél, hogy szépen tudjon beszélni a következő 2-3-4 órába, pláne, hogyha Tomi barátomat megkérem, hogy majd közösen is csináljunk egy-két dolgot, mert hosszan tudunk beszélgetni. Szóval fogadjátok szeretettel a bebeszélést, nem tőlem, hanem Sesták Annától. Bence Imre, édes, ékes apanyelvünk. Kezdjük tán a jó szóval, tárgy esetben jót. Ám te tóból tavat lesz, nem pedig lentót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek. Nőnek nők a többese, helytelen a növek. Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek, amit hogy a cső nem csők, magyar földön csövek. Anyós kérdély van két vőm, ezek talán vövek? Azt se tudom, mi a cö, egyes számú cövek. Csók, ha adják százával jő, ez benne a jó. Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó. Bablevesed lehet sós, némely vingó savas. Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas. Miskolcon, ám Debrecenben, Győröd, Pécset, Szegeden, mire mindezt megtanulod, beleőszősz idegen. Agysebész ki agyat műt, otthon ír egy művet. Tűt használ a műtéthez, nem pedig lent tűvet. Munka után füvet nyír, véletlen se fűvet. Vágy fűti a műtősnőt, a műtőt a fűtő. Nyáron nyír a tüzelő, télen nyáral fűtő. Több szélhámos lefüleltek, erre sokan felfüleltek. Kik a népet felültették, mindnyájukat leültették. Foglár fogán fogjuk van, nosza tömni fogjuk. Eközben a fogházból megszökhet a fogjuk. Elröppenhet fogjuk is, ha csak meg nem fogjuk. Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője? 5 perc múlva jön a nejes, elájul a nője. Százados a bakák iránt szeretetet tettetett. Reggelente kávéjukba rúgszereket tetetett. Helyes, kedves helyiség bonyhált, hol a konyhát helyiség. Nemekből vagy igenekből született a nemiség. Mekkában egy kába ürge, kába kőbe lövet, országának nevében a követ, követ, követ. Morcos urahivatalnok, beszél hideg, sridegen. Néha játszik nem sajátján, csak idegen, idegen. Szegini a terítőjét, szavát részek szegi-szegi. Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi. Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát. Mit válasszon? A fiatot, a fiát vagy a fiúját? Ingyen strandra lányok mentek, előítélettől mentek, este felé arra mentek, én már fuldoklókat mentek. Eldöntöttem, megnősülök, fogadok 2 feleséget. Megtanultam, 2 fél alkot és garantál egészséget. 30 nyarat megértem, mint a dinnye megértem, anyósomat megértem, én a pénzem megértem. Hibamentes mentő vagyok, szőke Tisza partján mentem. Díszmagyaron vízbe esett, díszes mentén mentem. Szövőgyárban kelmét szőnek, fent is lent, meg lent is lent. Kikent, kifent, késköszörűs, lent is fent, meg fent is fent. Ha a kocka úgy fent fordul, fent a lent és lent is fent. Hajmás kérem, pultok körül, körözött egy körözött. Hajmalapult kosarában, meg egy tasak kőrözött. Fölvágós a közép hátvéd, 3 csatárt fölvágott. Hát belőle vajon mi lesz? Fasírtél vagy fölvágott? Díbirkózó győzött tussal, nevét írják vörös tussal, lezuhanyzott meleg tussal, prímás várja forró tussal. Határidőt szabott áron, árat venne szabott áron, átvágáron, hadhatáron, kitartásod meghatáron. Felment, fölment, tejfel, tejföl, ne is folytas barátom, első lett az ángyom lánya a fölémás korláton. Földmérő küzd öllel árral, árhivatal szökő árral, ármentő a szökő árral, suszteni nasbökő árral. Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen. Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen. A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas, magos lehet magtalan, svarkatlan a farkas. Daru száll a darujára, s lesz belőle darus darvas. Rágcsáló a mérge teszi, engem esz a méreg. Gerinces vagy rovarnetán a toportján féreg. Nemileg vagy némileg, gyakori a gigszer. Kedves eges seggedre, köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja, tevéd, tévéd, téved. Merjen merni mértékkel, mertek mérték, mértek. Pisti így szól, kimosta anyukám a kádat, viszonzásul kimossa anyukád a kámat. Óvodások ragoznak. Enyém, enyéd, enyém. Nem tudják, hogy helyesen tiém, tiéd, tiéd. A magyar nyelv azt hiszem, meggyőztelek barátom. Különleges legszebb nyelv, kereke nagy világom. Ennek neki kell megkőzni. Én nem bírtam volna megtanulni, és ilyen betyár voltam, hogy a lányomat kértem meg. No, kedves barátaim, sok kollega is van, ismerős, tényleg ilyen családias a légkör. Neki vetkőzöm. Azt szokták mondani, hogy ilyen beszélgetős műsor akkor jó, hogyha családias a légkör, meg baráti hangulat lengi körül itt a levegőt. Ezért hoztam egy kis cukrot, bár nem ért cukrot bácsi, mindenki vegyen belőle. És mindenki lekenyereszt, ami nagyon nem hozott, nem? Jó, és akkor hagyjátok légy szíves tovább. Szopogatni nem lenyelni, ahogy a Farkas Tóni bácsi mondotta. Szóval, kedves barátaim, az ember ilyenkor mindig tervez, itt én írtam dolgokat, de az élet az mindig felülírja. És ez a szép ebbe az élő adásba. Úgyhogy meglátom a Földi Tomit, és igazából vele Skype-on beszéltünk volna, ez nem vicc, mint a nagyobb, tudjátok, műholdas kapcsolás. És akkor szerettem volna, hogy a feje ott van, ilyen szép nagyba. És akkor beszélgettünk, meg megköszönöm, mert ugye azért két évig mégiscsak a más struktúrában, hogy meglátjátok, de ő vitte ezt a Szinkron Titkok című műsort. És igen, magasra tette a mércét, tehát egy szerencse van, hogy én 1.65 vagyok, és átmegyek alatta. Úgyhogy szerintem a Tamás egyébként is, de ezért a két éves munkáért egy nagy tapsot megérdemel. Igen? Illet átírja a dolgokat. Igen? És itt a rajongók készültek neked egy ajándékkal. A nekem is szívrablók. Igen, és aláírták, akik mindig itt voltak, és hát, hogy úgy nézegesdél. Mutasd már meg, légy szívesen. Fotót most lehet. Jaj, ezt tudom mondani, hogy ezt mondtam, hogy ilyennyire hülye vagyok. Ez volt az unosunk. Tehát ezt néztük állandóan, ezt a filmet. Most ezt megüzeni őszok, komolyan. Na most már akkor tudni fogad, hogy na úgyhogy ez volt az ő meglepetés. Köszönöm szépen, Andrzej. Egyet ígérek, nem maradj még. Szopogatni. Igen, nem lenyelni, szopogatni. Szóval egy valamit. Amikor én voltam vendég közel egy éve, nem tudom ki volt itt, akkor te előadtad, hogy a tömegesbe a katonák, akikről később kiderült, hogy a másságot képviselik. Emlékszel arra? Na most ki is raktam, és a családban, hogy hangzott ez a mondat? Amikor egy nagyon erőteljesen a katonáknak kellett üvölteni. Majconák. Majconák. Na, azóta a Sesták családban ez szálló ige, úgyhogy mindig velünk vagy, Tomikám. Köszönöm szépen. Köszönöm. No, hol tartottam? Ott tartottam, hogy családias legyen a hangulat. Igen. Kaptam ultravalót is. Majconák. Kaptam ultravalót. Az ultravaló kicsit ilyen közhelyesen szólt. Tudom, Gyula, ne jöjjek ki a fényből, de mint a prezentációt tartanék, szeretek mászkálni. Az ultravaló az volt, hogy légy önmagad. Ilyenkor a nem létező bajszom alatt. Egyébként azért vagyok ilyen vörös, ez is egy vicc. Mondom, hogy egészséges életmódot folytott vermények a szaunába, és mint a rák, tehát nem izgulok, és nem is a vérnyomásommal van probléma, hanem pusztán adtam az egészségnek, és beültem az ördög szaunába. Szóval, hol is tartottam? Igen, kaptam ultravalót, hogy légy önmagad, és ilyenkor azt gondolom, hogy azok a jó beszélgetős történetek és műsorok, ami tényleg az életből építkezik. Föltettem a Madácsi kérdés után saját magamnak is a kérdést, hogy ki is vagyok én, mert akkor tudsz csak ugye önmagad lenni. És ilyenkor eszembe jutott, hogy jó nehéz megválaszolni ezt, de az biztos, hogy vagyok az a 7 éves kisrác, aki a Maglódi piacon a karalábét, a répát és a zellert árulja, és a kis rikkancs hangommal elértem az 7 évesen, akkor más világ volt, hogy az elsők között adtam el az összes zöldséget, és balra a Pista bácsi, jobbra a Marika néni pedig, hát irigykedve nézett ez a kis töki, mi lehet a taktikája és a technikája. És képzeljétek el, hogy 30 év múlva tudtam ezt hasznosítani, de több száz részen keresztül kellett, többek között a Földi Tomiéknál üröltenem, hogy menjen a busz! Ha akkor nem vagyok rikkancs, akkor valószínűleg nem megy ilyen életszerűen. Aztán tovább menve, kérem szépen, én vagyok az a kisrác, ugrunk már pár évet, 8-9 évesen, aki rongyosra hallgatta ezeket az audio kazettákat.
Szilve mondom ki, mert amikor a lányaimnak föltettem a kérdést, hogy mi ez pár éve, akkor aranyosan azt mondták, hogy kicsi VHS. A VHS-t ismerik, az audiót már nem ismerték. Akkor rongyosra hallgattam a régi magyar számokat, és imádtam a magyar filmeket is. És akármilyen meglepő, kis tökösként mondom, 9 éves lehettem, a fekete-fehér filmeket is. És így váltam 9 évesen, illetve így került hozzám nagyon közel Kapos Gyula. 9 évesen annyit hallgattam a lemezeit, néztem a filmjeit, hogy tegnap, amikor aludtam, akkor álmomban írt egy levelet nektek, amit megkérdezem, hogy olvassak fel. Hagymával eszem, igen. Hallottam erről a szinkron titkok esről, és jó szórakozást kívánok. Dallos Szilviát és Sankó Zoltánt nagyon szeretem. A színészet, a filmkészítés és a szinkronizálás is olyan, mint a házasság intézménye. Fontos az összeszokottság, és hogy odafigyeljünk egymásra. Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit. Mi ketten a feleségemmel tudjuk, hogy mi a hosszú házasság titka. Kétszer egy héten elmegyünk egy kellemes étterembe. Egy kis bor, jó ételek, kellemes társaság. Bizony, ő kedden megy, én meg pénteken. Ja? És külön ágyban alszunk, ő Pesten, én meg Budán. Egyébként én mindenhová magammal viszem a feleségem, de mindig visszatalál. Múltkor is megkérdeztem az asszonyt, hogy hová mennél a házasság évfordulónkon. Valahová, ahol eddig még nem jártam, mondta, mire én, akkor a konyhát ajánlanám. Szóval nem könnyű, nem könnyű. De visszatérve a filmekhez, imádom a táncos filmeket is. Ilyenkor mindig táncra pérdülünk a feleségemmel. Mondtam is neki keringő közben, hogy mielőtt megismertelek, merő sivatag volt az életem. Hát akkor ezért táncolsz úgy, mint egy teve, dicsérte meg a mozgásomat, életem értelme. Hát igen, a feleségem egy főnyeremény. Meg is ütöttem. De a viccet életéve, ugyanis humorban nem is jönnek tréfát, az én időmben minden más volt. Bár igaz, hogy a Ceklát egy hét múlva ott is lazacnak hívták, emlékeztek? Voltak furcsaságok, de nem volt korhatár. Most már mindenféle karikánkban hirdették, hogy hány éven aluliaknak nem ajánlott a mozi. Értelmetlen, hiszen ezek megfejtése még a mű megtekintése előtt világos. Figyelj csak, a mozifilmek korhatárának elemzése, korhatár nélkül. A hősnőt senki nem teszi magáévá. 14 éven felülieknek a főhős magáévá teszi a hősnőt. 16 éven felülieknek a negatív hős magáévá teszi a hősnőt. 18 éven felülieknek mindenki magáévá teszi a hősnőt. Ennyi. Egyébként tudjátok, hogy miért mennek a szőkenők egyszerre 19-en moziba? Nem? Mert 18 alatt nem ajánlott a film. Ilyen egyszerű. Kérem szépen, emlőzse kicsit, emlőzse kicsit. Imádom a filmeket, imádom a magyar szinkront, hiszen az élet olyan, mint egy film. Ha szomorú vagy, dráma. Ha félsz, thriller. Ha dühös vagy, akció. Mikor a tükörben nézel, horror. Most mosolyogsz, ez már vígjáték. Ennek szellemében sok mosolygós arcot kívánok mindenkinek is. Jó szórakozást! Köszönjük szépen, Gyula bácsi! És azon gondolkodtam még, és ez mindig csak a kezdés, hogy egy műsort olyan jó elindítani, hogy valahogy úgy szóljon. Persze, hát Anna lányom ugye magasra tette a mércét, de próbálok kapaszkodni. És ha színészekről és szinkronról szóló műsor van, akkor nagyon jó, hogy ez sokszínű. És a kezdés is legyen sokszínű, mert például elképzeltem mondjuk a tegnapi álmomban, amikor Kapos Gyula ezt a levelet írta, hogy például titeket mondjuk köszönhetne, Úristen! Van nehéz így tartani a szádat, próbáld ki, nagyon fárasztó, egy biztos. De hogy mit neved? Figyelj, Pogányci nincs itt. Úristen. Szóval megmondom nektek őszintén, mindjárt meg kellettek érteni, hogy miért vagyok itt. Túl azon, hogy szeretem a szinkron, hosszú évekkel ezelőtt, azt a kis kockát látjátok, én mondtam azt, hogy fickó, miért ugatsz? Azóta imádom a szinkront. Ja, ha már rajzfilm, akkor lehetne a kezdést úgy is csinálni, hogy szóval imádom a szinkron titkokat, gyerekek! Én minden szinkron titokra eljövök! Nincsenek vízelési gondjaimnak, lehetem prostaborulnak, ami legkönnyíti folyóügyeit! Jaj! Jó, kicsit komolyodjunk a Shrek rajzfilmnek. Azt tudtátok, hogy a Shrek, mint olyan, mint jelenség, az egy valós. Láttátok, nem mondtam, hogy tessék kikapcsolni az elég, és javítani a telefonokat. Tudtátok viccet félretéve, hogy a Shrek figuráját, hogyha jól mondom, ez a Maurice Millet nevezetű ekkori pankrátor, illetve birkózó ihlette meg. Azért lehet látni ugye a hasonlóságot. Otthon googlizzatok rá, nagyon sok érdekes képet lehet
szegényeket tényleg hasonlítok rá. Na de kérem szépen, ez a kezdés, még mindig csak a kezdés. Azt mondták, hogy ez egy órás, másfél órás műsor legyen, és a vendégek még nincsenek itt. De próbálok eltörgetni. Ugye a hang nélkül kérem szépen, nem lehet ezt a műsort elkezdeni, mert a nevem titok, szinkron titok. Tamás, azt kérdezed, szükség van ilyen műsorra? A válaszom az, ami az esküvőn is elmondott. Igen. És természetesen, ha már gyerekkor, akkor lehetne ezt a kezdést mondjuk egy nagy legendával, egy adiverset elmondva, egy vidám adiverset temető címmel, mondjuk Latinovics Zoltán előadásával. Járkálok a sírok között, ha-ha-ha, kedvem vidám szárnyalok, hazatérvén kérdést kapok. Hát te hol voltál? A temetőben, válaszolám, az anyósomat temettem el! És miért vagy így összekarmolászva? Nagyon védekezett. Ez volt a válasz! No, és ha azt hittétek, hogy még nem lehet fokozni a dolgokat, akkor tévedtek, mert két csodálatos ember fog jönni. Dalos Szilvia és Csankó Zoltán! Tartottam a 8 percet? Annyit mondtam, hogy... Annyit mondtál. Sokat röhögtem. Miért röhögtél, Zolikám? Kutya fáját. Na, oké. Okay. Ugye azt mondták, hogy másfél óra legyen. Aha. Ebből fél órát kilőttünk. Na, viccet félretéve, ugye mi a kulisszák mögött azért beszélgettünk, és annyiban kicsit más lesz ennek a műsornak a struktúrája, hogy... Én nagyon szerettem és szeretem a fotókat nézegetni, és közben akkor elbeszélgetünk a nagy dolgokról. Nekem ez hálás feladat, mert itt jó sok fotó lesz, és szinte nekem, hát alig kell beszélni, hanem az itt lévő nagyszerű művészek majd ontják a jobbnál jobb dolgokat és poénokat. Viszont egy játékszabály van, egyetlen egy, jó meleg van itt, hogy én tudom, értem, szerettem, még pincérként szinkronizáltam is benne, és iszonyú büszke voltam a 90-es évek közepén, a Dallas nem jöhet szóba. Tehát a Bobby, az Ellie, meg a ne, nem. Amennyiben mégis, akár a művészek, akár pedig majd a jelenlévő közönség, meg a kedves barátok, ugye lesznek majd kérdések, kiejti ezt a szót, hogy Bobby, Dallas vagy Ellie, akkor kérem szépen a honfoglaló játékot mindenki ismeri, semmi más nem fogunk csinálni, büntető kérdést kap. És ez azért jó, hogy tanulunk is belőle, jó? A játékszabályokat elfogadtátok? Oké. Okay. Mennyire látható itt ez a kis képernyő? Hát igen, fölveszem a szemüvegem, mindjárt sokkal látni fogom. No, én azt gondolom, hogyha tovább enged ez a gép. Jó, szóval, hölgyek ki az elsőbség. Ti mennyivel jobban látjátok? Várjál, kicsit ráadok itt valami. Én vagyok a jobb oldal. Igen, igen, felismertük. No, én azt is bevallom nektek, hogy aztán utána már nem szeretnék sokat beszélni. Én nagyon szerettem a régi dolgokat, meg egyébként ugye a hallgatni a történeteket, hogy mi, hogy is volt akkor. Szilvi, ki ez az aranyos kis baba ott? Ott a Pici. Pici, hát te vagy. Erről a képről, erről mi jut neked eszedbe? A gyerekkor. Hát azért felírtam segítségképpen. Igen, azért. Nem tudom, a fejem hiába. Összedolgoztunk. Na, tényleg milyen volt akkor a gyerekkor? Hát ebben a korban még nem tudtam, hogy milyen. De esetre egész jó volt. Szóval látod, az apukám és a nővérkém karjaiban eléggé mortos vagyok, nem tudom, mire gondolok éppen, de olyan mortos a fejem. És te hol is éltél? Melyik része? Budapesten? Pesten. Melyik részén? Tátra utca és környéke. Az Buda? Nem, az Pest. Pest, na, csak kíváncsi voltam, hogy... Ja. Jó, egy olyat hagyj kérdezzek már, hogy nálunk három gyerek van, és ugye a gyerekek marják egymást. Ti a tesóval, hogy voltatok? Igen, igen, nagyon kellemetlen voltam. Későbbiek, igen. Szegény nővérem. Jöttek hozzá a fiúk, és akkor én hagymával dobáltam őket meg. Teljesen. Nem törődtek velem egyáltalán, inkább együtt voltak, és magukkal törődtek. Engem meg mindig kizártak, hogy mit csináltak oda, mert azt nem tudom, de nagyon jó volt, mert az anyukám mindig hozta a hagymát. Nem tudta, miért kérem mindig, hogy én nagyon szeretem a hagymás készítményeket, és akkor az anyu az hozta bőven a hagymákat, én meg dobáltam be a szobába, ha lehetett. Hagymát, nem hagymával, hát nem hiába mondtam én ezt. És szülőkkel a kapcsolat? Hát az csodálatos volt.
Te ilyen... Annyira csodálatos volt, hogy az anyukám, amikor megtudta, hogy a színművészeti főiskolára jelentkeztem, akkor az volt a válasz, hogy két hatalmas pofont húzott le. Szó szerint? Szó szerint, igen. Mert hogy az apukám is egy teljesen normális ember volt, meg hogy ő is az volt. És akkor van egy lányuk, kettő, ugyebár a nővérem az egy abszolút okos, nagyszerű emberke volt, nagyszerű gyerek volt, és akkor itt van egy ilyen hasznavehetetlen valaki, aki egy ilyen komolytalan pályára megy, és úgyse lesz belőle semmi, meg nem is akarták. Szóval ez... De volt előzmény? Tehát ez a klasszikus iskolákban verseket mondunk, és igen, alattunk igen, egy igen. Nagy siker? Koreográfiákat készítettem. Egyfolytában. Szóval a gimnáziumban már volt egy csoportom, akik jól tudtak táncolni, azokat kiválasztottam, és akkor mindenféle tematikus táncokat csináltattam velük minden iskolai ünnepre, és ez nagyon jól ment. És ezért mentem a színművészeti főiskola táncrendezői tanszakára. Nem tetszett az anyuéknak sehogyan sem. Én meg drukkoltam, hogy hát, ha átmehetek valamikor a színész tanszakra, hát ez sikerült. Na, hála Isten. Vissza fogunk térni, még sok-sok okay. Fotó lesz akár a... De honnan szedted ezeket a fotókat? Azt titok, azt mondja, végén eláruljon. Na most, Zoli, Szolnok. Most mielőtt megsértődnél az 1932-es képet, azt persze nem azért tettem fel, mert valami közöd lenne hozzá. Én nem is születtem. Nem Szolnokon. Nem is született, hallod? Te nem is Szolnokon született. De Szolnokon, de nem itt. Kérlek, bocsáss meg, hogy nem találtam meg pontosan a helyet, ahol felsírtál. Szóval a lényeg, hogy a 32-es képet ezt azért tettem oda. Semmit nem ismerek föl ezekből. Tehát a színházat se. Ez az épülő híd? Igen. De a százlábú híd. De a 62 az már ismerős, az az évszám, ugye? Tényleg az a színház, csak most már más. Igen átépített. De nagyon tetszett, és ezért. Tehát azt csak azért tettem oda. Igen, a színházat átépítették már teljesen, de én ebben a színházban játszottam, mint segédszínész, még főiskolában. A színházzal szemben, ami a képen nem látható, egy 10 emeletesben nőttem föl, pilóták között. Akkor volt már 62-ben 10 emeletes? Így van, talán 3 volt az országban, ez volt az egyik. És egyáltalán nem hasonlít a mai 10 emeletesekhez, tehát nem ilyen panel elemekből épült, hanem egy ilyen nagy beton. Hát persze ez is vasbeton, de teljesen más. Például a mi erkélyünk is 7 méter hosszú. Mi anyukám mai napig ott lakik. Tehát nem ilyen kis pici kuckókat kell elképzelni, hanem én nagyon jól éreztem magam, és pont a színházzal szemben van. Színház szeretete, az hogy jött? Adott volt, hogy megfertőződjek. Emiatt, a közelség miatt? Hát nyilván az erkélyről is mindig néztem a színészeket, nagyon tetszett, hogy ott várnak a busz előtt, mentek tájra, és akkor ott ezeket a számomra híres színészeket ott láthattam. Persze, megfertőződtem, és ha nekem bérletem nem is volt, de rengeteg előadást láttam. És múzolásnak fog tűnni. Tovább is megyek, elmondom miért, mert ez jutott rólad eszembe. Hoppa. Tehát a nő. Honnan? Na, hogy fogalmazzam meg, hogy ne legyen smúzolás? Én a szívővel kapcsolatban, és fel is tehetném ezt a nagyon közhelyes kérdést, hogy mi a szépség titka? Ez genetika, mert ugye most is sugárzol. Tehát, hogy ez genetika, mit tudom, ez ember sporttal, fitnesszel, nem tudom mivel, vagy fallabdával, nem tudom, megy még a fallabda, vagy ez adottság? Én mindig a belső harmóniára törekedtem, és valószínűleg ez, ami itt van, az talán az. Meg hát ugye még mindig a mai napig is tornázom minden reggel, szóval nincs mese. Úgyhogy ez régen is igaz volt. Hogy? Ez régen is igaz volt. Meg úszás, meg torna, meg olvasás, meg szóval nem tudom, és persze a genetika az lehetetlenül. Én például ma reggel is, meg minden reggel, 3:30-kor kellek, ki sem merem mondani. 3:30-kor? Én már mindenki megutál emiatt. Szóval, de én most már kimondtam, mindegy, 3:30-kor kellek, mert van egy jó fél óra, 3-4 órás tornám, utána tusolás, kutya holmi föl, és a kutyám malam, aki nem egy pici kutya, tehát ott aztán dolgozni kell, egy ekkora német juhász kan, és azt minden reggel 5:30-kor elviszem sétálni, pontosan 5:30-kor, mert benne van egy óra, és az elkezd ketyegni és csengetni, és nekem 5:30-kor az utcán kell lennem. És akkor egy órán keresztül ezt a német juhászt, aki ilyen, és nagyon öntudatos, és nagyon megy. Aki lesz majd, becsúlom, szimat.
igen. Ő is lesz. Ez is tudja. Ő is lesz. Azon gondolkodom, hogy amikor én Zuglóban éltem, nekem volt 3 bobtél kiskutyám, és akkor volt ilyen kutyafuttató ott a Korong utcában, és akkor ezek a kutyák azok úgy szocializálódtak akkor, hogy nem ugattak, nem futottak le, és szegénykék elmentek angyalkának, de lehet még így kutyát sétáltatni, hogy póráz nélkül nem. Már nem lehet? De nem, egyrészt nem lehet, másrészt még őt aztán pláne nem lehet. Meglát egy macskát, egy kutyát, sokszor, hogy féloldalas vagyok, mert mondjuk látott egy macskát, el lehet képzelni a következményét, hogy amikor meglát egy macskát, akkor nem 45 kiló, hanem olyan 120 körüli, és akkor valahogy haza tudok még menni, de ezért kell a torna, hogy bemelegítsem az izmaimat, hogy ki tudjam vinni őt. Tehát ez egy nagyon kemény élet, és akkor visszaérek már, akkor már délelőtt van, szóval akkor már mindent lehet. Zolikám, itt az életed. Itt az életed. Jó. Igen. Az Arany János Színházban kezdtem. Hát kérdezzek egy olyan, Arany János Színház, vagy ne kapkodjunk, de kapkodjunk, mert attól szép az élet, vagy biztos, vagy csapongunk, hogy az Arany János Színház az ugye gyermekszínház volt. Hát akkor ifjúsági színházban kezdték már. Ifjúsági színház. Ez egy végzős főiskolásnak, hogy oda hívtak, oda szerződtettek, ez mennyire volt? Hát nem volt egy nagy egzisztencia, az semmiképpen. De a Kocsmáros Gyuri volt a főrendező, és nekem Miklósi Gyuri bácsi volt az egyik tanárom. Ugye Marton osztályban végeztem, Miklósi Gyuri bácsi azt mondta, hogy oda szerződj, ahol szükség van rád. Versenyi Ida néni pedig azt mondta, hogy te, kisfiam, te soha nem fogsz eltűnni. Ne félj ettől, hogy te abban a színházban mész. Nekem akkor volt egy másfél éves kisfiam, tehát nekem nagyon észen kellett lenni, hogy merre mozgok. Voltak nekem ajánlataim vidéken, nem egy elég sok, de nem mertem bevállalni. A feleségem Budapesten dolgozott, tehát borítani kellett volna mindent. Egyedül meg nem akartam itt hagyni őket. Úgyhogy emellett döntöttem. De hogy mennyire jól tettem ebben a színházban, aztán kezdődött Valló Péterrel nagyon sok közös munkánk. Itt kezdődött ebben a színházban, és nem csak vele, hanem Ács Janival, Szikorával, tehát kifejezetten nagyon jó rendezőkkel dolgoztam, és Valló innen vitt át a Radnóti Színházban. Jó, egy olyan kérdés még, hogy neked a főiskola az öröm volt, boldogság, vagy azért kínszenvedés? Nem. Én nagyon szerettem főiskolás lenni. Az egy nekem egy csodálatos. 2 év volt, nem 4. Azért nem mondok 4-et, mert a harmadik osztályban sajnos, vagy a harmadik évfolyamban már úgy szét-szét hullanak az osztálytársak, elkezdenek akaratlanul is rivalizálni. Nem azért, mert nem akarják továbbra is szeretni egymást, hanem mert a helyzetek úgy adódnak, hogy az egyik már elkezd forgatni, a másiknak nincs semmi munkája, és akkor akaratlan féltékenység fölüti a fejét, és ettől szét esik az osztály. De valamennyire azért úgy megmaradtunk, de nem. De az első 2 év az egészen csodálatos volt. A te idődben például? Hát nálunk is. Éppen azért integettem a fejemmel, mert igaza van az Olinak. Szóval egy darabig csodálatos, mert egyformák vagyunk, és nincs ez a rivalizálás. Hanem, hogy megy az élet, és megyünk mindenhova együtt, és rém jó minden, és akkor egyszer csak valakinek sikerül valami, és akkor valahogy már máshogyan néz rá az ember, és azt hiszi, hogy az megváltozott, holott szegény talán nem is akar megváltozni, csak mi nézünk úgy rá esetleg, hogy hú, ennek már nagyon, ez már megy, ez már indult, ez már az úton van, és mi meg csak itt vagyunk, és szóval akkor már kezdődnek ezek a rossz évi dolgok. Jó, megint ugrunk egy picit, jó? Hogy ja. Kicsit tudjál vizet inni, meg hogy ne száradjál ki. Ja, a te korosztályodra abszolút jellemző volt, hogy még filmeztek. A szónak a klasszikus értelmében, én ezt annó még gyerekként a Tordai Teritől hallottam, 90-et írunk, hogy olyan 50-60 játékfilm készült a legendás korszakban, 60-as években? Hát úgy. Tehát, nem, ezt csak azért kérdezem, hogy magyarul olyan mennyiségű munka volt, hogy amikor egyik nap úgymond egy szolgát kellett játszani, nem derogált, mert 2 hónap múlva meg főszerepet kapták. Ahol a Domján Edittel vagyok együtt, ez a Új Gilgámes című film volt. Az operatőr a drága a Barbarának az apukája. Hegyi. Igen, a Hegyi Barnuska volt. És hát az egy csodálatos ember volt, és mondták nekem, hogy a holnapi napon éppen ez a felvétel lesz, és hogy meséljék nekem, hogy hát kombiné,
és felrakom a lábam ott a kamera előtt, és akkor ott van a szöveg és minden. És mondja, hogy Jézus Máriám, hát holnap, nem holnap, mondták, hogy holnap után. És mondom, Szent Isten, hát nekem itt le kell vetközni, hát Jézus Máriám, hát ez borzasztó. És egy kis kombinéban is, hogy tegyem fel a lábamat, mert az jelentette az egészséget, a fiatalságot, a mindent, hogy én ott fölteszem a lábam, és idáig ér a kombiné, és akkor az egész lábam. Jézus Máriám, hát mi a fenét csinál, mit lehet itt csinálni? És hát akkor még olyanok voltak a harisnyák, hogy ugye harisnya tartó, és itt be kellett kapcsolni a harisnyát a kapcsolóba. És hát mondom, Szent Isten, én hallottam arról, hogy egy nyugaton, hogy harisnya nadrág van, és akkor hogy fölhúzzák egészen idáig azt a harisnya nadrágot, és akkor lehet a kombiné, hát akkor nem izgat engem meg minden. És akkor tudom, hogy a barátnőm ment ki Bécsbe másnap. Szóval ide figyelj, mindegy, hogy mennyibe kerül. Mindegy, de vegyél nekem egy ilyen harisnyanadrágot, az Isten áldjon meg. Nekem holnap után föl kell tenni a lábamat, és így be van kapcsolva, és a kamera előtt én nem mondhatom nekik azt, hogy én ezt nem vállalom. Hát, hogy gondol, hogy Jézus Mária, hát ő szegény ment Bécsbe, és egy vagyonért, amit addig kaptam a filmért, hát az nem volt elég, erre az egy harisnyanadrágra megérkezett a harisnyanadrága. Felhúztam másnap, forgatásra megjelentem, gyönyörű voltam, kedves voltam, aranyos. Jött a felvétel, rajtam a harisnyanadrág, és mondja a Barnuska, hogy hát akkor ide tett fel a lábadat. És akkor látom, hogy a Barnus így néz. De mi Jézus Máriám nézi a harisnyatartom, vagy a harisnyanadrágomat, azt mondja, mi ez a tricsili? Mire gondolsz, Barnuska? Hát, hogy nem látszik semmi, hát mi ez rajtad? Mondom, hát ez, tudod, ez egy harisnyanadrág, és azért, tudod, nyugodtan felteltem a lábam, mert hát meg vagy te őrű, honnan szedted ezt? És akkor oda sereg lett körém mindenki, és a szégyentől, hogy én ott állok ebben a kis kombinéban, és harisnyanadrág, azt mondja, na menj fiam, és vedd le, de rögtön. Mondom, de hát fölteszem a lábam, azt mondja, vedd le, nem érted, hogy miről szól a film? Ott ül az a beteg kaposvári asszony, a Domján Edit, aki beteg, halálos beteg, és nekem az kell, hogy lássuk, hogy fiatal vagy, egészséges vagy, kilépsz ebből a borzalomból, vedd le nekem ezt a harisnyanadrágot. És föl kellett venném a harisnyát, kis csatokkal, és én még jó, hogy fekete-fehér volt ez a film, akkor még azt hiszem, és hogy nem látták, hogy olyan vörös vagyok, mint a pipacs, úgyhogy ez volt a tricsili története, pont ez. Úgyhogy ha ezt fölveszek ma egy harisnyanadrágot, akkor már nem jelent semmit. Igen, olyan édes, a tricsilit. Mondtad, hogy milyen volt a harisnyanadrág, én azt sem tudom, hogy most milyen. Tehát, hogy nem, hogy akkor milyen volt, mert én nem élek vele. Ja, nem te. Nem, csak olyan aranyosan mondtad, hogy tudod, amikor bekapcsolt, én nem kapcsoltam még harisnyanadrágot. Ja, neked, Zoli, mennyire fáj vagy nem fáj, hogy a ti generációtoknak az a fajta filmezés, ami a Szilvieknél meg volt, hogy az, ha nem is kimaradt, de korlátozottabb. Szoktál ezen gondolkodni, vagy? Hát gondolkodni nem szoktam rajta, de tényként el lehet mondani, hogy akkor lett vége tulajdonképpen a tévéjátékoknak, amikor mi végeztünk. Még a Rudolf Petijék még vele szaladtak az előző osztály, az előző Marton osztály, Kasszás Attila, Rudolf Petijük, ők még elkapták a végét. Nálunk már gyakorlatilag meghalt, tehát alig. De majd most, ugye a tegnapi siker után, vagy tegnap előtti siker után. Jó, két-három tévés műve az, hogy belecsöppentem, hát, de azért ez nagy dolog, nem? Most bocsáss meg, ez óriási. A tegnap előtti aranyglóbusz. Igen, ez van. Ja, hatalmas. Nagyon büszke voltam, és én a Jordán Tamással, akivel mai napig őrizzük a barátságot olyannyira, hogy karácsonykor 26-án mindig megyek hozzájuk, és akkor kocintunk és ünnepelünk este. Ő is látta, és én is egymástól függetlenül, és mondta, hogy ő időként kicsit belealudt. De mondtam, hogy én is úgy éreztem néha, hogy kicsit elfáradtam, kicsit én is beleuntam, tehát nem tagadom. De akkor azt mondtam neki, hogy de elementárisnak tartom a filmet, és Oscar-díj esélyesnek. És én nagyon kívánom, hogy benne legyen az első ötben.
ezt nem most 26-án beszéltük meg, hanem mit, jó pár hónappal ezelőtt, és nagyon büszke vagyok, hogy az a akkori jóslatom most nagyon közel érkezett, tehát hogy jól láttam én azt, hogy ez egészen újszerű, nagyon különleges film. Tamásnak a hang tetszett marhára, arról rajongásra beszélt, hogy az lenyűgöző volt. Az is jó, de nekem elsősorban a képi világ az. És annyira újszerű, hogy talán ezért van esély, nem csak az ötbe kerülésre, hanem ott. Egyébként a kedves nézők, ne ijedjenek meg, még nagyon-nagyon sok anyag van, és a szinkronról lesz szó, tehát nyugodjatok meg, kimondottan lesz egy olyan blokk is, csak itt annyi érdekes dolog van, hogy, és itt meg is ragadnám az alkalmat kicsit a Szilvihez visszatérve, ugye van két fotó itt, látom. Család gyanán. Hát és nyilvánvaló, hogy nem bírom megállni, hogy az embernek van sok meghatározó élménye, és jó pár évvel ezelőtt, ugye a hölgyek esetében tényleg nem is illik, meg nem is tudnám már felidézni, de egyszer csak a szakmában megjelent egy ilyen nagyon temperamentumos, nagyon szép, nagyon felkészült és nagyon határozott szinkronrendező hölgy, a Lestár Ági, aki itt van, és ugye nem nagyon szeret szerepelni, meg itt van a Kálói Molnár Peti is, hogy milyen kicsi a világ, a család együtt van. Tapsot megérdemelnek szerintem, hogy feloldódjanak, mert... És ugye... Hát tudom, hogy az Ági nem szeret szerepelni, de hát mégiscsak ő. Milyen kislány volt ő, az Ági? Nagyon édes volt. Szófogadó volt. Ő lányom. Hát elfelejtetted mondani. Ja, bocsánat, ja, poén nem mondtam, ne haragudjatok. Igen, szóval a Szilvinek a lány, ne haragudj. A Szilvi lánya, igen. És na. A Péter a vejem. Igen. Azt is elfelejtetted mondani. Igen. Hát, figyelj, először vezettek ilyen műsort, a Földi Tomi úgy volna, ő biztos tudja, illetve még nem fejeztem, mert most mondtam volna, csak te beleszóltál. Szóval igen, bocsánat, tehát igen, a lényeg az, hogy itt egy abszolút családi vállalkozás idézőjelben a nézők között is, tehát egy családról beszélünk. Igen. És az unokáim is. Igen, igen. Ezek után már szinte mindenki összeadta, tehát hogy Ágit és a Petit beazonosítottuk, de jogos, és legközelebb jogon fogok figyelni. Szóval a család együtt van. Igen. És milyen édes, hogy a Kálói Molnár Peti tud ilyen komoly is lenni, szóval ez is egy döbbenet, nem? Mert akkor fordítva látjátok itt a színpadon, akkor nem ezt az arcát ismeritek. Na most azért a szinkronról, de még a családról azért még azt ki fogjuk nézni a történetet. Én a Kálói Molnár Petinek elég sok mindent köszönhetek. Ugyanis a 90-es évek közepe vége fele volt egy olyan korszak a szinkronban, akkor feka figurák voltak, vagy a Kálói, vagy a Sesták. És az a szerencse, hogy a Kálói Molnár Peti akkor felkapott művész volt, és sokszor nem ért rá. És én abban az időben nagyon sok fekacsávót csináltam, úgyhogy köszönöm szépen, abból építettem fel a házamat. Úgyhogy gondoltál a mi családunkra is, de tényleg. Na, és sokszor reklámokra is igaz volt, ami mondjuk financiálisan is jó, hogy a Peti nem ért rá, és akkor én ugrottam be helyette, de ez már sajnos nincs, hogy egyre ritkábban van. Mindig mondjuk a gyereknek, hogy légy jó, viselkedj rendesen, de honnan tudná az a gyerek, hogy kell jónak lenni, hogy kell viselkedni? És akkor kitaláltam egy figurát, egy bácsit, aki úgy hívták, hogy nem, először nem tudtam, hogy hívják, de olyan furcsa volt, mert nem mondhatom azt, hogy Józsi bácsi, Pista bácsi. És az a bizonyos bácsika, az mindig elmond, hogy hogyan kell viselkedni bizonyos helyzetekben. És meséltem neki, hogy ezt csinál, meg azt csinál, hogy kell viselkedni, meg minden, és akkor nem tudtam neki nevet adni, és egyszer csak azt mondja nekem Ágika 4 évesen, hogy mesélj nekem Illemberkéről. Illem. Igen. Zseniális. Illem emberke, aki az Illemberkeibe vezet. Hát el kell ájulni, hogy ezek a 4 évesek mit tudnak. De olyannyira zseniális, hogy ebből 2 könyv is született. Erre is van fotó. Igen, hát itt látod, szinkronban vagyok vele szószínűleg. Na ez a szinkron. Igen. Döbbenet. Szóval ezek így születtek, hogy így születtek, hogy ő találta meg a nevét, hogy Illemberke. Ezt nem tudtam, hogy az Ági Illemberke. Igen. És a Péter meg ő volt Illemberke, amikor ebből film készült, TV-film készült mind a kettőből, és akkor a Péter volt az Illemberke. Jó, itt eszembe jut egy dolog, hogy majd ezt valaki megnyerheti egyébként, ha valaki bátor lesz, de még nem tartunk ott, mert nincs még éjfél, ugye? Azt mondtuk, hogy éjfél. A pesgő mellé. Nagyon vigyázni kell a hírekkel. Pár hete, hónapja megjelent egy ilyen cikk,
egy internetes portálon, hogy a spanyolok betiltanák a szinkront. Tehát magam már olyan erőszakos volt ez a cím is. Megmondom őszintén, hogy azért csak ebben élek, meg a szívemben viselek. Hát mondom, a kapcsolataimat latba vetve megkerestem a spanyol barátomat. Mondom, ne haragudj, nézd már utána, hát ez a név nélkül Index lehozott egy cikket. Attila, a felesége nem spanyol, kikérik magukat, katalán. Három gyermekem van, nézz utána. És a lényeget mondom, hogy über hülyesség, osztva kettővel, szorozva nullával, tehát a spanyoloknál nem volt ilyen hír. Tehát nem létezik, hanem ottan ilyen választások kapcsán akarták kicsit besározni, ott is működik ez az akkori miniszterelnököt, mert december 20-án volt azt hiszem ott a választás, és mégis a magyar, egy nagyon olvasott magyar internetes portál lehozta ezt a cikket. Ugye a fiam három nyelven beszél, neki van egy sorozata, amit ő eredetiben szeret nézni, úgy is nézi. Egyébként meg nagyon szereti a szinkronizált filmeket. Pláne, hogy a profi. Pláne, hogy én vagyok a főszereplő. Igen. Igen, akkor sok Thomas a gőzmozdot néz. Neked szóval neki nincs ellenére a szinkron, független attól, hogy beszél nyelveket. Tudsz nem elfogult lenni, hogy erre válaszolj? Tehát, hogy felirat szinkron kérdés? De, igen, de szerencsére ez megoldott, mert hogy annyi csatorna van, és annyi nyelven beszélnek, hogyha valaki ezzel akar nyelvet tanulni, mondjuk egy filmet nézni, és akkor azzal fejleszteni a nyelvtudását, akkor az ide-oda csaponga a sávok között és a csatornák között, és akkor hallgatja eredetiben, aki pedig, mindez egy olyan vetésforgó van, hogy valahol mindig megjelenik az a film. Igen, de hadd szóljak közben. Én azt gondolom, hogy a nyelvtanulás szempontjából akkor jó az eredeti, hogyha nem magyar felirattal megy, az egy kivonat ugyanis, hanem hogyha van egy minimális nyelvtudásod, és angolba látod a feliratot. Konkrét példát mondok, van egy ismerősöm, aki már 20 éve New Yorkban él, egy professzor ráadásul, tehát azért előadásokat tart, és azt mondja, hogy a gyerekeim már oda születtek, azt mondta, hogy a mai napig, pedig 20 éve kint él, hogyha olyan filmet lát, ahol helyi gangsterek beszélnek, be kell kapcsolni a feliratot, a subtitle-t, ugye most már így kéne mondani, mert nem érti meg. Még úgy is, hogy 20 éve ott van. Tehát én ezért gondolom ezt, hogy nyelvtanulásra... De a DVD-k ezt tudják. Igen. Tehát, és minden jelentős film megjelenik DVD-n, kevés kivétellel. Az meg ezt tudja. Igen. Tehát, hogyha valaki ennyire ágál a szinkron ellen, és érvként ezt hozza föl, hogy nyelvet akar tanulni, annak ott van az egész média márt. Tehát annyi nyelvtankönyv van ott neki a jó, de azért filmek. Itt ugye szinkron rajongók vannak, bocsánat, azért azt szögezzük már le, hogy hagyjuk már ezeket a skandináv államokat, mert csak így kezdem sorolni, Németország mindent szinkronizálnak, a franciák mindent szinkronizálnak, a spanyolok mindent szinkronizálnak, olaszok mindent. Tehát amikor bejön ez a picit, hogy bezzeg a svédek, nem mondok csúnya szót, mert vannak gyerekek, meg egyébként is engem is megfednek, hogy csúnyán beszélek, de akkor is kapják be. Na szóval... Figyelj, ez olyan dolog, hogy amikor a szinkron elindult, hiszen olvashattad biztos a könyvet, csak nem mindenki olvasta, ezért mondom, hogy a Jean Renoir, amikor ugye a szinkron elindult, akkor azt mondta, hogy egy észszerűbb világban, mondjuk a középkorban, mágián égették volna el azokat, akik ezért a műveletért felelősek. Most elég hosszú időt kellett megtennie a szinkronnak ahhoz, hogy nem műveletként nézzenek rá, hanem művészetként. Így van. Tehát ez, bocsáss meg, igaz, amikor nekünk nagyon sokáig nem volt ugye telefon, és visszatérve a táviratos fiú szerepkörödhöz, és akkor én is táviraton kaptam a diszpókat gyerekként, és nagyon boldog voltam. Hát ez igaz például arra, amikor a mobiltelefonok elterjedtek, és egy headsettel mentek, és magukba beszéltek az emberek. Igen. Ha visszamegyünk 20 évet, és azt mondod, hogy magába beszélő emberek, igen, azok nem normálisak. Igen. Szóval a rádiózás, a rádiózás az neked is azért szerepet játszott, és te is még elkaptad azt az érát. Hát épp, hogy ez is egy nem jellemző. És szomorú, hogy ilyen hanggal, igen, hát a rádióban fantasztikus lett volna. De igen, nekik tényleg hát semmi nem maradt jó szerepel, se a rádió, se a tévéjáték. Nem azt mondom, hogy soha nem rádióztam, tudom, de hát nem annyit, nem amennyit lehetőséged lehetett volna. Persze. És a spanyolok még a szinkront is be akarják nyújtani. No, egyébként nagyon érdekes a történet, ugye a Szilvi kapcsán megtudtuk, hogy van egy színésznő, aki ír. Tehát nekem ez ilyen döbbenet volt, és milyen jól ír. Mondom, meg lehet majd nyerni ezt a könyvecskét. Nagyon sok jó, értékes információ van benne. Viszont a Zoli sem ússza meg, már olyan szempontból, hogy
van egy jóképű színész, akkor az amerikai úton, ezt tudom, mert sokat találkoztunk, én is ott laktam, sikeres, játszik, nem mondom ki, mert akkor nekem kell, de nagy-nagy sorozatokba én kapok büntetőkártyát, szinkronizál, a csalogató étteremben fenn van az aláírás a többek között a mint a Antal Imre mellett, ezt tudom, mert mondom, ott laktunk. És egy ilyen sikeres embernél hogy jön ez a festészet? Pláne úgy, hogy én tök béna vagyok rajzból, és irigykedek. Hát, már nem festek. Már nem festek. Már akkor ugorni meg. De festettél. Igen, mert megláttam egyszer egy állatos képet, egy nagyon jó felbontású könyvben, és azt mondtam, hogy micsoda kihívás lenne, ha ezt tényleg festeném, ezt az egy állatot. És az a krokodil volt egyébként, ami ott a... Nincs más kép? Nincs. Csak ez az egy. Bocsánat, csak nem készültem, elnézést. Igen, nem nagyon látszik sem. Aha. Egészet szerettem volna. Egy állat, hát itt van 100 állat. Hát ennél van, volt jobb kép szerintem. Ez mennyi idő alatt készült el? Ez két évig. Két évig. És, na mindegy, a lényeg, hogy a bal alsó sarokban van egy nyitott szájú krokodil, azért valamennyire biztos ki lehet venni. És utána arra gondoltam, hogy ne csak ezt az egyet, hanem csinálok egy állatkertet. És ez egy olajfestmény, 40-valahány állat van rajta, ezt egyébként Tamás fotóztott van hátul, ki is volt állítva egy kávézóban. És miért hagytad abba? És nulla-nullás ecsettel festettem, mert rohadt fárasztó egy ilyet festeni. De várjatok, bocsánat! És nagyon munkaigényes. De honnan jött? Tehát előtte, hogyha nem rajzoltál, nem festettél, akkor egyszer csak azt mondtad, van egy állat, amit meg akarsz festeni. Igen, hogy erre képes lennék, hogy ezt... Bemented a vagy a papírírószerboltba, és... Képes lennék rá, hogy ezt a krokodilt én olajjal úgy megfestem, hogy az úgy fog kinézni, mint az eredeti. Tehát, mint a fénykép. És akkor nem elégettem meg ennyivel, hanem akkor mondom, akkor csinálok egy montást, és ezt a 40-valahány állatot, hát csak az egy év volt, és ahhoz jött még plusz két év, az egy év volt, amíg összeraktam magát a montást. És azt is kitaláltam, hogy egy része színes, a másik része fekete-fehér, tehát a hátsó állatok azok szinte már egybe olvadva, de azért jól megkülönböztethetően, külön-külön is. Azok fekete-fehérek. És nullás, nulla-nullás ecsettel. Hát egy hihetetlen sziszifuszi munka. És akkor jöttem rá, hogy miért van műtermük a festőknek, mert az a folyamatos elpakolás, kipakolás. Hát aztán egyszer idegekkel egy idő után nem lehet bírni. És még alig tartottam valahol. És mondom, ez így fog menni. És ez két év volt. Két év. De tényleg jó lett. Csak sajnos becsillanott az üveg, és ezért nem lehet jól látni. Ezt következő alkalomra pótolni fogom, és kiveszem a csillogást. Hát két észrevétel egyik, hogy kívánom, hogy ne Van Gogh sorsára jussál, hogy a elmúlás után fedezzék fel ezt a képet. Ennek a képet mi a sorsa egyébként? Ez a fiam szobájában van. Szobájában. Ez az övé. Ezt tulajdonképpen neki festettem. Jó. Egy másik olyan dolog, talán a Tamás meg tud erősíteni, te ilyen jobb agyféltekés rajzot csináltál, ugye? És na, készült azért. Lehet, hogy van nálam véletlenül róla egy kép. És akkor azt körbe lehet adni. Van. Igen. Ezt odaadom, és így körbe lehet. Igen. Egy pillanatra. Igen. Állj meg. Ez tényleg nem csillag. Ez tényleg nem csillag. Szóval ez a jobb agyféltekés történet, ez micsoda? Ez tényleg 3 nap alatt meg lehet tanulni? Fú. Hát akkor nem is olyan nagy kúsz az Zolinak a festészete. Már mit lehet megtanulni? Jobb agyféltekés rajz technika, és tudom, hogy a Tamás végezte ezt, és nagyon szép rajzokat csináltál. És a nagymamám is végezte, aki a 101. éves, 98 éves korában, és ő is szépeket rajzolt. Na nem olyan, mint te, de... Ez döbbenetes. Ez döbbenetesen gyönyörű. Hát ez fantasztikus. Ja. Itt kör vagyunk, jó? Ez tényleg fantasztikus. Hát te milyen csacsi vagy, hogy abba hagytad? Hát, nem csak így hobbiból. Majd, ha a spanyolok beszélgetik, akkor több ideje lesz. Ja, igen. Ilyen létezett 1966-ban, hogy szinkron alakítás díja. Mi volt ez? Hol volt ez? Kik adták? Miért adták? Azt nem tudjuk, hogy te kaptad, gratulálunk, de hogy ez miért volt és most miért nincs? Ezt is mondhatnám, de majd lesz, dolgozunk rajta. Tiéd a szó, hogy mi volt 66-ban és mire kaptad ezt? Ezt a Rokko után kaptam, az a második, azt hiszem, vagy a második
film szinkronja után a legjobb női alakítás díja volt egy ilyen, és akkor egyszer csak fölhívtak telefonon, hogy a zsűri úgy döntött, hogy ezért a filmiré, meg hát a Rokkóért és az Anni Girardos filmért megkaptam a legjobb női alakítás díjat, csak el kellett menni melyik modiba volt ez a szám a... Nem is tudom hol, és akkor rengeteg minden, a szakma, mindenki ott voltak, és föl kellett menni a színpadra, majdnem hasra estem, és akkor átadták nekem egy nagyon szép serleget, és most is őrzem. És ki volt a zsűri? A zsűri a Színház és Muzsikából egy újságíró, meg hát már nem tudom felsorolni neked, hogy ki volt a zsűri. Nem tudom a többit felsorolni. Anni Girardo, jól mondom a nevét? Anni Girardo. Anni? Uh-huh. Anni Girardo. Én úgy tudom, az internetet használva, hogy a te tolmácsolásodba szólalt meg a legtöbbször. Igen. Ugye? Tehát igen. Abszolút hozzád nőtt? Hát igen. És hát, a Rokkó és a Fivéreiben volt először? Hát én is. Ja, ott, ja. Ja, először? Első. Ja, ezt nem tudtam. Jó. Egyből egy főszereppel? Igen. Hát gyanús, hát ugye 66 a halakítás díj meg. Aha. Abban az időben, ugye ez még az a kor, amikor óránként hány tekercset tudtatok fölvenni? Hát maximum olyan. Hát amikor már nagyon fárasztó volt a nap, akkor a 20 tekercs azért az. 20 tekercs. És ehhez képest Mazoli? Lehet menni 40-nel is akár. Miért van, amikor egy egész filmet fölvesznek esti. Jó, ebben benne van a technika fejlődése is természetesen. Hát persze, igen. Nem csak az. Na de nem is olyan tökéletes, mert még a száj melletti mosolyt is lehetett látni. Hát ma már arra nincs idő. Milyen érzés az, amikor valaki kap egy életműdíjat, ami viszonylag friss, mert ugye volt a Színházak éjszakája, és a Karinti Színházban. Tudtál erről, vagy megleptek? Nem tudtam. Nem tudtál róla? Nem tudtam, csak mindig fölhívtak, hogy de ugye szeptember 19-én ott leszel, hát ugye szinkronról szól az egész és minden, és hát feltétlenül gyere el, és még ráadásul beteg is voltam, tehát nem voltam jól, le voltam rekedve, meg voltam fázott, állati rossz állapotban voltam, de megígértem, hogy na jó, hát akkor elmegyek, pedig hát nem vagyok. Elmentem, és akkor egyszer csak életműdi, hát elájultam. Hát Zolikám, még mindig nem mondom ki a bűvös szót, mert itt leszünk éjfélig, és a spanyolok akkor is betiltják a szinkron. De azért mégis vannak olyan teljességigénye nélkül, John Travolta, Alec Baldwin. Aha. Hát nagyon szeretem mind a kettőt, igen. Nagyon jó szinkronizálni őket. Travolta hihetetlen jó színész lett szerintem. De akkor nem volt valamikor jó színész? Én meg nekem nem volt szimpatikus, megmondom őszintén. És az Állarcban, talán ott szinkronizáltam először, az Állarc című filmben, és ott már nagyon megtetszett. És aztán hát talán 8-10-szer is szinkronizáltam, egyre jobb és jobb, és most csináltam egy legutóbb, vagy egy nagyon friss filmjét. Nem annyira jó a film, de ő jó benne. És a Baldwin az meg egészen kivételes, hogy abból a hihetetlen, jóképű, vékony emberből egy testes, jókedélyű, eszméletlen, jó humorú színész lett. Nagyon, nagyon élvezem. Van egy történet, látod, mi van kiírva, bár megkérdezhetném, hogy miért készült két szinkron a Király beszédéhez, és úgy két szinkron, mert ugye sokszor előfordul, hogy te mind a két főszerepet megcsinálhattad. Igen. Ez a történet, ez hogy szól? Hát először a Ma filmben csináltam, ott a beszédtanárt, Geoffrey Rush-t, és a szívem szakadt meg, hogy nem én vagyok, a Colin Firth, akit hihetetlenül szeretek. És módon volt már többször szinkronizálni, és azt gondolom, hogy nagyon jól passzolunk is egymáshoz. És akkor megcsináltam a Rush-t, és elteli két hét, és hív a Tamás az Aktív Stúdióból, Földi Tomi, hogy megjelenik DVD-n a Király beszéde, és a Budapest film engem szeretne a Colin Firth-re. Uh-huh. És hát megcsináltam azt is. De jó. Az Zoli ugye mondta ezt a Király beszédét, jó történet, imádta csinálni. Abban a igen terjedelmes munkásságból te ki tudnál emelni egyet vagy kettőt, amire azt mondod, most értem, a Rokkó Fivérei meghatározó volt, de azt mondom, hogy az nagyon jó volt, mert az olyat adott nekem is, vagy nem? Tudod, olyan érdekes ez, hogy vagy a címek jutnak eszembe, vagy a színészek, akiket szinkronizáltam, de a legritkább esetben jön össze a kettő. Szóval a címekre, én nem tudom, de én a címekre soha nem.
ugye nem tudom. Ráadásul csomószor nincs is még címe, amikor szinkronizálják. Igen. Egy-kettő van olyan, amit úgy összepasszintok. A Lánonó is, ugye legendák ülnek azért itt a nézőtéren. Na, elnézést kérek, ha ez picit, ugye még én is tanulom ezt a történetet, ha kicsit komolyabbra és sikerül ez a történet, és el kell, hogy szomorítsalak titeket, kicsit most még komolyabb téma lesz, mert kutya kötelességemnek érzem, hogy azokról a kollégákról, akik ma nincsenek köztünk, néhány szóban megemlékezzünk. A teljesség igénye nélkül kiválasztottam néhány embert, aki nekem, mindjárt elmondom, miért volt meghatározó, és szerintem fogok találni kapcsolódási pontokat. A Végvári Tamással kapcsolatban pont az Arany János Színháznak a szinkron stúdiójában voltam, 92-93-at írhatunk, és nála tapasztaltam először azt a jelenséget, amikor még volt idő a szinkronra, amikor jó volt a szöveg, hogy a Tamás próba, ha nem is tette le a papírt, de hogy nem nézett le, és fejből elmondta azt a 25 másodpercet, és nem értettem, hogy mi a trükkje. És ezáltal, amikor gondolkodtam, hogy milyen embereket kéne azért megemlíteni és emlékezni rá, nálam első között van. A szinkron szempontjából óriási hatást gyakorolt rám. Vele sokat dolgoztatok nyilvánvalóan. Igen, de a Tolnai Klári és a Mádi Szabó Gábor is valami Gábor, mi? Igen, főleg a Mádi. De ő le is tették a papírt, nem is tartották. Ő letette, igen. Elolvasta a Tolnai Klári, és én döbbenten figyeltem, hogy hiba nélkül, nem egyszer, többször vették fel a jelenetet, ő többször hiba nélkül elmondta, ugyanígy a Mádi Szabó. Ez a fotó? Nem tudom, szóval elkészült bennük a fotó. Igen. A Szabó Gyusziról többet tud Szilvi, én nagyon pipa voltam rá, mert állandóan elkésett. Igen. És én gyűlölöm. Én gyűlölöm a késést, ja. És akkor, amikor 8-ra fölmentem a Pannoniába, és 10-kor próbám volt, és akkor ugye nem volt ilyen technika, mint most, hanem muszáj volt, hogy együtt vegyük, és fél órát késett, és úgy besétált, és soha nem mondta, hogy bocsánat. Szóval nekem ezt a részét, lehet, hogy ő nagyon jó ember volt, de ezt a részét nem tudom, hogy megbocsátani. Színházban játszottam vele, én már ezt az oldalát nem ismertem. De te például forgattál is a Gyuszi bácsival, és nyilvánvaló, hogy a Gyuszi bácsi megkerülhetetlen most csak a két legnagyobb a magyar népmesék, ami... De remek, egyébként persze, hogy a mai napig megszólal, és szerintem hosszú évtizedekig. Hát ő jött Dallasba is, a Gyuszika. Hoppá! Köszönöm! Nem mondtam se! Dehogy nem a Dallas! Nem. Azt mondtad, hogy aki az Ellit vagy Bobit mondja, de az, hogy Dallas, azt nem de mondtam. De én mondtam az elején, hogy a Dallas sem lehet. Tessék mondani 1 és 6 között egy számot. 1 és 6 között? 1 és 6 között, ez még választható. 5. Mennyi? 5. Melyik filmet nem Charlie Chaplin rendezte? Nagyvárosi fények, Andalúziai kutya, Aranyláz, vagy D. Viharos éjszaka? A D. Viharos éjszaka. Nem, Andalúziai kutya. Igen. És nem volt telefonos segítség, de tanultunk ismét. Na igen, szóval Dallasba mentetek a Gyuszi bácsival. Na, tessék, kimondtad. Ja, hát nem megvonatkozik. Na, mondjál gyorsan mondjál 1 és 5 között, vagy 6 között, vagy 4 között. 3. De nekem megvannak a megoldások, tehát én nem élek ezzel vissza. Ja. De milyen ajándékról beszéltél? Ajándékot? Majd azt a néző fognak kapni. Ja, csak akkor? Ha, szóval csak vigyázz, és nem ott. Nem, lesz ajándék, vigyázz, mert fel kell venni a szemüveget, tehát beszéltem is színfalak mögött. Ja, na, Gyuszi bácsival, igen. Mm. Oké, Dallas, kimondtuk. De kimondtuk és megválaszoltuk a kérdést. Nem féltetek a repüléstől például ilyen hosszú úton? Úton nagyon hosszú volt, mert még át kellett szállni New Yorkban egy másik gépre is, és úgy menni Dallasba. De úgy hívják azt a... Hát úgy hívják. Kérdés és válasz. Nem a film. Az nem a film. Nem. Az nem a film. Nem a sorozat. Nem. Város lehet mondani. A város. Ez a város. Város. Ez város volt. Szóval nem mondtam ki. Jó, tudod mit? Nem, még akkor se beszéljünk még. Nem beszélünk. Jó. Miről? A Dallasról. Megkerülhetetlen lesz, mindjárt oda is kiukadunk. A baloldali kép, ugye fent, hát nyilvánvalóan Zoli megismeri, mert osztálytársad volt. Igen. Ugye? Hankó Ati. Ja, bocsánat, te jössz. Hankó Attila, nagyon édes ember volt, sajnos autóbalesetben nagyon hamar. Igen. Fiatal meghalt. Szerintem mai napig szinkronizál nagyon jó. Talán valamelyik csatornának is hangja lehet, de hihetetlen.
mély, szép hangja volt. Hát... Osztálytársként milyen volt? Ugyanilyen kis bohókás? Remek ember volt, igen. Nagy horgász volt. Hát most a trokánékkal együtt horgászna. Ezt az egész színész csapatot, meg mit tudom, ő találta ki, meg ő fejlesztette tovább. De nagyon attraktív. A Hankó Attiláról egy történetem van. Működött a mikroszinkron a Lelesz utcába fent, és ott két parkolóhely volt. És én a kis Trabanton valamit 20 000 forintért vettem, és azért nem alkuttam, mert tele volt tankolva, tehát aznap tele tankolták, erre is emlékszem, és én büszkén a füstölgő Trabantra leálltam a két hely közül az egyikbe, és én Attilát nem ismertem előtte, majd megjelenik egy Opel Astrás nagy darab bácsi, mögén beáll, kisrác, rossz helyen állsz. És aki az Attilát, hatal, pláne, ugye én akkor is ilyen nagy darab voltam, mint most. Igen. És hát, és mondom, Úristen, ki ez a... És akkor egy nagyon negatív történettel indult, de arany szíve volt és lelke volt, és nagyon vadul vezetett, ezt is tegyük hozzá. Párszor, amikor meghalt autóbalesetben, és fölhívtak, hogy Attila meghalt autóbalesetben, akkor biztos voltam benne, hogy ő vezetett. Hogy ő vezetett. De nem, itt utas volt. A Koroknai Gébú, bocsánat, hogy hát kicsit így. Most a Gébút azért tettem bele, mert ő a régi nagy időknek is a társulati tagja volt, ugye? Hát erről sem beszéltünk, hogy régebben létezett ilyen szinkrontársulat. Tagja volt, és utána is a úgymond a modernkori szinkronba is hát jelentős szerepet töltött be. Ez nem igaz. Szegény. A Hass van der Peti pedig hát azért... Mert ezt csak igen. Így köszöntünk a Péterrel, hogy Szervusz Péter! De honnan jött ez? Valami... Nem tudom, ja, valahogy ez így kialakult. De ti együtt játszottatok az Arany János. Játszottunk együtt sokat, de akkor még nem köszöntünk így, aztán valahogy később. Később. Hogy jött, nem tudom. Én azt gondolom, hogy eléggé kifutottunk az időből, és kicsit most szenyen leszek, mégsem nyeri meg senki ezt a könyvet. Ugyanis nagyon sok játékkal készültem, de jó pap Holtig tanul, úgyis még sok-sok ilyen beszélgetős előadás lesz. Arcokat hangok mögött címmel, és azért zárásképpen, tehát ne ijedjetek meg, a legközelebbi alkalommal ki lesz sorsolva, de mégis azért pár mondatot, amit már oly sokszor azért föltettek nektek, hogy mennyire változtatta meg akkor az életeteket, mennyire volt az induláskor várható, hogy a sikersorozat lesz, vagy ami most így a bejátszás után eszetekbe jut, azt osszátok meg, légy szíves velünk. Udvariasság, úgy kívánni. Nyugodtan mondjad először, mondjad csak. Ezt nekem népszerűséget hozott, megtanultam a Dallasnak köszönhetően, most már ki lehet mondani, mert befejeztük. Igen. A Dallasnak köszönhetően a szinkron alapjait legalábbis. Nagyon jó, kiváló partnerekkel dolgozhattam együtt, akár Szilvi és a többiek, akik benne voltak, és akik folyamatosan jöttek hozzánk. Tehát a Sinkovics Imrétől kezdve én annyi emberrel dolgozhattam, mert mindig volt 8-10 mondatos epizód szerep, amit ki kellett osztani. És ugye ez egy 360 valány részes sorozat volt. És Hazai Gyuri bácsi, aki rendezte, neki fontos volt, hogy a legkisebb szerepen is színész legyen. És hozzá el is jöttek, hát abban az időben, meg aztán különösen, ki is jöttek, vagy elmentek oda a Pannonia szinkronba, Hűvösvölgyi útra, ezek a komoly nagy színészek, 8-10 mondatra. Köszönhetem a Simorja Jelmesének a nagyon komoly nagy barátságát, akivel a mai napig barátok vagyunk, ugye ő volt Pamelának a hangja. Köszönhetem Kránisz Lajost neki, ennek a sorozatnak, akivel szintén nagyon jó barátságban maradtam, sajnos ő sincs már közöttünk. Szóval nagyon sok köszönnivaló van a Dallasnak. Igaz, hogy rám ragadt, meg a mai napig azt mondják, hogy hát ő volt a Bobby hangja, de azt nem tudják, hogy a Hókusz Pókis én vagyok. Legalábbis a mozi változatban, ahol ott élő szereplő van, és a Hóman nem vállalta. De ott sem mondják be, hogy a nevet, és nem is tudják. Legyintenek néha, hogy ő a Bobby hangja. Ezzel együtt kell élnem most már nyilván, de nem baj az, ha az embert valamiről beazonosítják. Nekem ez jutott, vagy ez is, de ez az, ami talán a legjellegzetesebb. Valóban népszerűséget hozott, és tényleg ez így van, olyannyira, hogy például amikor a Jock, az első férje meghalt az Ellinek, akkor kaptam egy rózsacsokrot, ez ott az egyik élményem, küldte valaki,
hogy a Jock nincs mellettem, hogy hát ő nagyon szívesen. Egyszerűen megszűnt a nevem. Megszűnt a nevem, Elli voltam. A másik pedig, hogy éjszakánként volt egy nő, aki következetesen felhívott, hogy Ellike, meg kellene oldani egy családi problémámat, segítsen, mert olyan jól el tudja intézni ezeket a dolgokat, és hiába mondtam neki, drága asszonyom, és különösen ne éjszaka, hogy én nagyon szívesen, amit tudok, csak hát ezt nem tudom, ezt, és értse meg, hogy én nem vagyok Elli. De igen, Ellike, drága, szóval ez az Ellike az meg tudott mindent oldani, holott, amikor a Hazai Gyuri rámosztotta az Ellit az első részlet után, az is egy csodálatos dolog volt, hogy neki egyetlen egy részletből kellett szerepet osztani 365 részre, és fogalma se lehetett még arról, hogy hogyan fordulnak a figurák. És mondtam neki, hogy te Gyuri, ez az Elli nekem, ez semmit nem csinál, csak jó, és úgy unom, és nem. Rögtön az elején, és akkor mondta a Gyuri, hogy édesem, ez van, és én úgy gondolom, hogy te a Kránic meg ahogyan intézkedett, hogy mindent csinál, én ezt nem vállalom, hogy én ne kapjam meg a legjobb pusta a vizén áll, a hentesnél, mert úgy fog utálni a szegény szerencsévike. Én azért nem szeretem ezt a filmet, folyton részeg, és én nem tudom. Szóval a Hazai Gyurinak elege volt velünk, de aztán úgy belenyugodott mindenki, és akkor én már olyan a 30. résznél kezdett úgy melegedni a dolog, és akkor aztán már mindenki megnyugodott és csinálta a figuráját. Úgyhogy én nekem, és főleg az, hogy adta a sors, hogy kimehessünk, akik ráértek, és szegény te nem értél rá akkor velünk jönni, kimehettünk South Fork Ranchre, hogy belépni abba a házba, ahol minden nap addig is beléptünk 6 éven keresztül. Hát az valami döbbenetes volt, szóval az felejthetetlen és fantasztikus. És ott járni, és ott vacsorázni, és szóval... Két megjegyzés még. A Zoli felcsigázott ezzel a hókuszpókkal, mert az lett volna a játék, de tényleg ezt most hagyjuk, hogy élőben szinkronizálás sokszor volt ugye Tamás barátomnak köszönhetően. Én a casting néven vers, ahogy tetszik, különböző figurák vannak, és egy-egy akár tetszésszerűen kiválasztott verset, vagy egy leírt verset, különböző figuráknak a bőrébe kellett volna elmondani, de itt, hogy vannak kiskorúak is, és hogy azért időbe fejezzük be, ez most nem fog megtörténni, ezt elnézést kérek, de következő alkalommal bepótoljuk, ígérem. Ha, cserébe, egy rövid történetet hagyd meséljek, ha már itt állhatottunk. Hogy a Bobival kapcsolatban, hogy ismételték nem olyan régen, vagy valahol, még talán most is ismétlik, de állandóan előhozzák, és ismételték valamelyik csatornán néhány éve, és a Bosnyákor a piacon vásárlás után újságot vettem. És ilyen hármat, négyet, és számolja össze a néni, összeszámolta, beüti, ennyi, akkor fizetnék. Jaj, és mondom, ezt elfelejtettem, hogy még akkor, még ezt az újságot is kérném szépen. De addigra már kiütötte az összeget, tehát újra el kellett neki kezdeni összeadni az újságok árát. Közben oldalra nézek, és egy idős néni így néz. Olyan szemrehányó volt, hogy de muszáj elnézést kérnem tőle, és mondtam, ne tessék haragudni, bocsánat. Ugye? Én magára, maga a Bobby. Megmaradtam. Na, hölgyeim és uraim, 2 percben, hogyha valakinek van kérdése a művészekhez, bátran, mert különben megkapja a vicces verset, és akkor azt mondani kell hókusz-pókusz hangon. Gosztomi. Én csak egy kiegészítést szeretnék, hogy tudja-e valaki, hogy Csankó Zoltán a Dallas egyik másik főhősét is szinkronizálni egy sorozatban. Ki volt az? Ne segíts neki. Nem. Akkor mondja, én nem tudom. Larry Hagmannek nem a Dallas volt az első sorozata. Így van. Körülbelül 10 évvel azelőtt csinált egy űrhajósos sorozatot, ahol te voltál a hangja. 50-valány részes valami. Igen. Igen. De ez már Dallas után volt, mert akkor jött be az országba. Emlékszem, hogy... akkor jött be, de Amerikában Igen. ez még jó volt. És Juhász Anna rendezte, és gondolta, hogy egy fricskával Bobbyra osztja a Jockeyt. Szegény Lajos Kránisz Lajos is nagyon
zokon vette, de nagyon fiatal volt Larry Hagman, tehát tényleg szinte akkor jött ki a, nem tudom, a színiiskolán. No, ha nincs kérdés, akkor 2016. január 12-e, ez volt a debütálásom, remélem elviselhető volt. Köszönöm a művészeknek, hogy eljöttetek. Dalos Szilvia, Csankó Zoltán, és akkor legközelebb találkozunk. További szép estét mindenkinek!